10-szer diagnosztizáltak nálam bőrrákot. Most is már beiratkoztam bőrgyógyászhoz, és megyek vissza, mert valószínűleg megint csak találtam a combomon, pedig ott már nem is ér nap, meg nem is megyek napra, tehát ha rám néztek, nagyon-nagyon fehér vagyok. Miló Viki már hosszú évek óta harcol a bőrrákkal, legutóbb decemberben újult ki nála a betegség, azonban most újabb kivizsgálásra van szükség. Félő, hogy ismét fel kell vennie a kesztyűt a bazelioma ellen. Sajnos gyerekkorban nagyon sokszor leégtem, hiába védtek a szüleim, és állandóan az árnyékba parancsoltak, de hát egy gyerek azért csak-csak bemegy úszni a tóba, vagy matracon feküdni a vízbe, és hát óhatatlanul is leégtem, és a gyerekkori leégések szinte 80-90%-a okozza a később felnőttkori bőrrák kialakulását. Viki eddig összesen 7 műtéten esett át, ami nem csupán fizikailag, hanem lelkileg is igencsak megviseli a vasakaratú elszánt világbajnokot. Semmi különös nem volt, egy piros folt volt rajta, mint mondjuk egy szúnyogcsipés, annyi, hogy néha fény lett a teteje, vagy ilyen száraz volt és viszketett. Viki testét több helyen is ilyen vágások tarkítják. Ezek a hegek mindig a nehéz napokra emlékeztetik, de nem utolsó sorban arra is, hogy az egészség a legfontosabb. Egy tűhegynél kis melanóma is áttétet okoz, azonnal leinfiltrálódik rálódik a szövetek közé, és hát ha nekem itt a mellkasomon ugye már 5-6 heg van, mert ugye csak itt ért nap, mert ugye egy pólóba, egy bármibe ugye a dekoltás az nyitott, ha ott nekem bazelioma helyett melanómám van, akkor már rég nem élnék, mert a tüdőmbe rögtön azonnal átteszi a sejteket, a rossz sejteket. Dr. Kriston Renáta bőrgyógyász azt mondja, hogy bizony olyan helyeken is előfordulhatnak rossz indulatú bőrelváltozások, melyekre nem is gondolnánk. Szemben, vagy akár intim területeken is kialakulhat melanoma. Tehát ezért fontos, hogy egyébként, hogyha egy ilyen éves check-upot tervezünk, abban ne csak bőrgyógyászati vizsgálat legyen benne, hanem legyen laborvizsgálat, nőknél alapvetően fontos a nőgyógyászati vizsgálat évente, ahol a nőgyógyásznak már feltűnhet egy elváltozás. Nyilván szemészeti vizsgálatra általában akkor szoktunk eljutni, hogyha szemészeti panaszunk van, de azért én éves szinten egy szemészeti vizsgálatot is szoktam javasolni, és általában ezek a rejtett területeken elhelyezkedő melanomáknál valóban késői szokott lenni a felismerés. Na de lássuk, mit mond a bőrgyógyász, mit tehetünk egészségünk megóvása érdekében, hiszen a legfontosabb feladatunk a megelőzés. Azt gondolom, hogy bőrgyógyászati szempontból legalább az évi egy ellenőrzés az nagyon-nagyon javasolt. Ezentúl a pácienseknek azt szoktuk mondani, hogy az önvizsgálat az rendkívül fontos. Sokan pedig nem gondolnák, hogy az esetenként több száz anyajegyet egyenként megnézi a bőrgyógyász, de erre megnyugtató választ kaptunk. Mindent megnézünk egyenként, minden anyajegyet, tehát egy szűrővizsgálatnak pont ez a lényege, sőt, ilyenkor a rejtett területekre is bekukkantunk, mondjuk lábujjak közötti régió, tehát jó látni azt a csodálkozó arckifejezést, amikor megkérem a pacienst, hogy vegye le az oknit, mert mondjuk a talpon vagy a lábujjak között is szeretném megvizsgálni a területet. Magyarországon egyre többen küzdenek bőrrákkal, ráadásul már a fiatal korosztályt is érinti. Az UV-sugárzás mértéke pedig egyre nő. Figyeljünk magunkra, védjük a bőrünket mindenképpen, ismerjük a bőrünket mindenképpen, és legalább évente egyszer bőrgyógyászhoz menjünk el, ha pedig problémát látunk, akkor a legbagatelebb kérdés sem bagatell kérdés, azonnal forduljunk orvoshoz. Fogadjuk meg a bőrgyógyász tanácsát, hiszen a vizsgálat csupán egy óra a szabad időnkből, de ez akár az életünket is megmentheti.